The sun is coming slowly. I hold these moments closely, closely now. These waves hit a little harder. I know they're gonna carry, carry me somewhere. Step into the open wide. Köszöntöm Önöket a Szóbeszédben, ahol mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mi az Önök véleménye. A 2019-es évben is számos új név került bejegyzésre az anyakönyveszhető keresztnevek listájára. Az új nevek jóváhagyásáról minden esetben a Magyar Tudományos Akadémia hozza meg a döntést. A 2019-es évben igen népszerűek voltak az olyan külföldi nevek, mint a Chloe, a Juliet, a Serena, vagy a Maximus, az Eliot és a Colin. De az olyan hagyományosabb utóneveket is szívesen adták, mint az Emma, az Anna és a Luca, illetve a fiúk esetében a Bálint, a Bence vagy a Dániel. A 2019-ben bejegyzésre került legújabb nevek között pedig olyanokat találunk, mint a Lilibet, a Pippa, a Terence és a Darko. A keresztnevekről kérdeztem Önöket ezen a héten, lássuk a válaszokat. Mária. Andrea. Richard legyen. Mária. Az én keresztnevem az Sándor. Dániel, Rebecca, Áron. Talma, Annabella. Alice. Az egyik fiamat Péternek hívják, a másikat Zoltánnak, a lányomat Katalinnak. Ian Krisztián, a lányom Laura. Anita, Petra, Sándor és Valéria. Éppen a keresztnevekről kérdezzük az embereket. Megkérdeztetem, hogy önt hogy hívják? Mária. Mária. És megtudhatom, hogy kitől vagy miután kapta ezt a nevet, ezt tetszett édesanyám. A szüleinek? Édesanyja? Igen. Igen. És akkoriban ez szokás és hagyomány volt, hogy az édesanyák és édesapák továbbadják a nevet? Vagy a nagyszülők. Vagy a nagyszülők, mert nekem is van második keresztnevem, azt pedig a nagymamámtól kaptam. És ez milyen név a második? Julianna. Julianna. Mindkettő igen szép név, ugye? A régi. És szereti is őket? Igen, nincs vele bajom. Nincs vele bajom. És a későbbiekben, amikor esetleg önnek kellett dönteni névválasztásra, milyen szempontokat vett figyelembe? Hát én is szeretem ezeket a hagyományos neveket. Az egyik fiamat Péternek hívják, a másikat Zoltánnak. A lányomat Katalinnak. Ezek szép hagyományos nevek. Szeretem ezeket a hagyományos neveket. És mit szól ahhoz, hogy most például 2019-ben, az elmúlt évben olyan neveket anyakönyvesztettek, mint a Lilibet és a Pippa? Jaj! Ezeket engedélyezte a Igen. Tudományos Akadémia. Hát szörnyű. Szörnyű. Legalábbis az én olvasatomban szörnyű. A keresztnevét szeretném megkérdezni, hogy önt hogy hívják? Andrea. És egy rokon családtagról kapta esetleg a nevét, vagy ezt tetszett a szüleinek? Nem. Szerintem felütötték a naptárt, és akkor... Ami megtetszett. Aha, igen. És önnek esetleg volt olyan az életében, hogy született egy gyermek, és önnek is meg kellett fontolni, hogy milyen keresztnevet ad? Felütöttem a naptárt, és azt szerint adtam. Igen, családi hagyomány. És milyen neveket választott? Dániel, Rebecca, Áron. Van benne hagyományos és egész különleges is. Mit jelentenek egyébként ezek a nevek? Ja, hát is elolvastam a jelentésüket, de most meg nem mondom, hogy melyik. Mit jelent? És elégedettek a gyerekek a nevükkel? Mert ezért szépen csengő nevek ezek szerintem. Sose kérdeztem őket. Tehát én biztos, hogy nem szerettem a nevemet tinédzser koromig, most már megbarátkoztam vele. És hogy nem szerette? Van valami különleges oka? Becézései nem tetszettek? Nem tudom, nagyon sok Andrea van. Nem elég. Tehát egyetlen. Amikor én születtem abban a korban, akkor nagyon sok Andrea volt. Minden második lány Andrea volt, és szerintem ez volt vele a bajom. Richard vagyok. És olyan van-e valamilyen története a nevednek, miért választották ezt, tudod-e, megosztották-e veled? Hát azt hiszem Reginában gondolkodtak, aztán végül is fiú lettem, és akkor végül is gyorsan kellett dönteni. De egy szép név. Elégedett, hogy vele szereted a neved? Igen, külföldön is megértik nagyon könnyedén, és nagyon könnyű így barátkozni. És hogyha majd neked kell esetleg döntened a későbbiekben egy kisgyereknek a nevéről, akkor te is figyelembe fogod ezt venni, hogy külföldön is könnyen ejthető legyen, mondjuk? Hát mindenképpen szeretnék valami hasonló eredetű nevet, mondjuk Lothárt vagy ilyesmit, de nem feltétlenül ennyire elrugaszkodottat, azért szeretném, hogy itthon is jól érezze majd magát a gyermek. És a Richardnak mi az eredete, vagy mi a jelentése? Valamilyen nagy bölcs királyt, vagy valami hasonlót jelent, germán eredetű, de... Igazából... Jó, erőteljes név. Igen, ezért is azt mondhatom, hogy szeretem, és igyekszem felnőni hozzá. Mária.
És ez miért lehet? Ez egy nagyon szép, hagyományos keresztnév. Nekem nem tetszik. Tényleg? És soha nem tetszett, vagy ezért az évek során megbarátkozott vele? Nem. És akkor valamilyen családtag rokon után kapta, vagy mi a története ez a nevének? Édesanyám után. Igen. Akkor ez egy szép dolog, nem, hogyha valakit az édesanyja után. Nem, után, tehát. Családi hagyomány, hogy akkor ön a harmadik Mária? Igen, Mária. Igen. Én nem ezt adtam. És ön hogyan választott, hogyha választott nevet a gyermekeinek? Milyen szempontokat vett figyelembe? Hát ami tetszett. A fiam Krisztián, a lányom Laura. És mi a jelentése ezeknek a neveknek? A Laurának azt hiszem, hogy babérkoszorú. A Krisztián is egy egész szép, különleges... Igen, hát ezt már nem adnám, de... Mi mit is jelent a Krisztushoz tartó keresztény? Megkérdeztetem a pici lány nevét? Alíz. Alíz, ez egy igen különleges név, és hogy sikerült ezt kiválasztani? Hát volt pár név, ami közül választottunk, és végül ennél maradtunk. De ezt nevett el. És figyeltetek arra, hogy mondjuk a vezetéknévvel együtt szép legyen a csengése, vagy mi az, amit figyeltetek a névkiválasztásra? Azt is néztük, ugye, hogy azért ne legyen, ne üssön el a kettő egymástól. Meggondolom, azért modern nevet szerettetek volna a kicsinek. Hát egyedi. Hát ne legyen olyan hétköznapi, mint minden. Hát sok név van, amit mindenhol hall az ember, inkább ilyen ritkább. És akkor van egy harmadik név is. Sok esetben azért választanak harmadikat, mert vagy valakiről kapja a harmadikat, vagy mert az egyik szülőnek ez, a másiknak maga azt tetszik, és kettőt kap. Ne, vezetékneve van kettő. Vezetékneve van, igen. Kettő. Igen, az is egy egyedi dolog. És akkor együtt a három, ezt is megkérdezhetjük, hogy cseng így? Fodor Nagy Alíz. Az én keresztem, az Sándor. És szerintem, ami éppen akkor divatos, vagy ami eszébe jut a kedves szülőnek, mi úgy választottunk, hogy sok gyerek van, hogy szép is legyen, jó is legyen, meg ne szégyelje, ha felnőtt lesz. És önnek a hagyományok szerint az édesapja után adták a nevét? Igen, édesapám most Sándor volt, utána egy gyerek vagyok az életemben is Sándor. És jól értettem, hogy önnek van sok gyermeke, és az ő nevüket úgy választottak, hogy szép is legyen, és jó is. Jó is legyen, igen. Így, jó. És milyen neveket sikerült? Anita, Petra, Sándor és Valéria. Ezért van egy Sándor is, ugye ön után. Hát egy fiú van, annak így lett Sándornak lenni természetesen. És mit szól ahhoz, hogy most például az elmúlt évben, 2019-ben olyan keresztneveket is anyakönyveztek, például a fiúk között, hogy Maximus, egész egyediek. Egyedi is, meg érdekes is, kérdés majd, ha a gyerek felnőtt, lesz, örül neki. Hát mert akkor még nem tud nyilatkozni, mikor keresztelik, vagy mikor adják neki a nevet. Igen. Így járt, lehet mondani. És ön szerint jó döntés lehet egy extrémebb, különlegesebb név, vagy azért ezzel később küzdhet az ember? Családja, helyzete válogatja, gondolom. Extrém nevet általában extrém családi szituációkban, művészek helyen ilyen előfordulhat, ott talán normálisnak is mondható, máshol a hétköznapi az a gyereknek szerintem az a jobb. Sokszor a szülők nem gondolnak bele, amikor nevet adnak a gyereknek, hogy később felnőtt korában, vaj, milyen fura lesz, hogy olyan különböző vadneveket adnak, szóval... És egyébként a picit újabb, tehát nem a nagyon hagyományos nevek között is vannak olyanok, amik tetszenek önnek? Például, hogyha nem tudom, született-e már unoka, vagy ott hogyan történt? Van három unokám, az egyik Petra, a másik Emma, és a legkisebb Léna. Léna, az egy igen különleges név. Igen. Lehet tudni valamit a jelentéséről, vagy nem ez volt a fontos, hanem inkább a csengése? Nem, annyira nem. Nem, tudom, hogy mindegyiknek van valami régi korból származó jelentése, amit leírtak, de nem ezek alapján válogattak a gyerekek, sem meg én sem. És önök figyelembe vették például azt, hogy a vezetéknévvel együtt jól csengjen az a név? Igen, mindenképpen. Mert a szóvégi, szó elejé összecsengések vagy ellentétek, azok nem jól hangzanak. Így vélekedik tehát az utcaembere Rákos mentén a névválasztásról. Köszönöm, hogy velünk tartottak itt a Szóbeszédben, tegyenek így jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek kíváncsi. Viszontlátásra!